elnéztél és megszülettem. Azóta álmodok. Minden este képzeletben most is melletted vagyok. De te nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van veled. Egy nagyon érzelmes, érzéki embernek ismertem meg, egy nagyon jó barát, kiváló osztálytárs. Mit jelent nekünk az, hogy ő bekerült ebbe a versenybe? Nagyon sokat jelent, büszkék vagyunk rá, és nagyon összerázza az osztályunkat, főleg ezek a közös együtt drukkolások, hogy a cél felé menjen, és most már ott van a végén, és reméljük, hogy összejön neki, meg egyébként is ez egy nagy álom számára. Az osztályt egyébként, az osztály kohézión segít ez az érte való együttszorítás? Persze, szerintem minden ilyen pillanat hozzáad, és értékessé tesz minket, és tényleg szurkolunk neki. Ahogyan? Mit várhatunk? Mekkora lesz a hangotok? Nagyon nagy, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy ő legyen, és bízunk benne, hogy minden úgy sül el, ahogy szeretnénk. Én mindig SMS-sel traktáltam a műsor előtt egy órával. Szerintem kicsit mindig elkéstem, de mégis kicsit különbözően, és mégis mindenki kicsit ugyanúgy. Tehát azért ez nekünk egy közös érdek. Mennyire vagytok rá büszkék? Említettem, hogy ez közös érdek. Miért közös érdek? Hát egyrészt az osztálytársunk, egyrészt ezért hihetetlenül büszkék vagyunk rá, válaszolva a kérdésre. Meg hát azért ez egy olyan dolog, hogy ez egy nagyon őszinte dolog, amit őt képvisel. Ez nem egy ilyen mázos festett valami, hanem annyira róla szól, és annyira saját maga az egészben, hogy tehát ez nagyjá teszi a dolgot, én szerintem. Most is melletted vagyok, de te nem mondtad a végén, majd a tévén nézhetem, mi van veled. S majd a hírekből, s a tényekből tudom meg, hogy most milyen jó neked. Yeah.